Mint a korábbi években, most is vadhússal igyekszik szebbé tenni a rászorulók karácsonyát a Vadex ZRT. A vállalat 50 kiló húst vitt a kríziskezelőközpontba. Látjuk, hogy sajnos kint az erdeinkben is élnek olyan emberek hajléktalanként, akiknek igen jól jön az a segítség, amit ilyenkor legalább egyszer egy évben tudunk adni, és meggyőződésem, hogy jó helyre kerül ez az adomány. Székesfehérvár országgyűlési képviselője hangsúlyozza, kötelesség pláne karácsony idején a nélkülözőkre is gondolni. Varga Tamás szerint az ilyen összefogás sokat jelent a rászoruló embereknek. Köszönöm szépen Majos Gábornak, a Vadex vezérigazgatójának, akivel annak idején a gimnázium padjait koptattuk együtt, hogy fontos neki is, hogy minden évben itt találkozzunk és segíthessünk, hiszen ebből a vadhúsból kiváló karácsonyi vagy szilveszteri újévi ebéd vagy vacsora készül majd. A vadhúsból az anya otthonban, a sörháztéren és a Kikindai úti telephelyen is főznek majd. Folyamatosan eljuttatjuk igény szerint a telephelyekre, hiszen ott azért ezt meg kell főzni, tehát hogy mi nem tudjuk a konyhán ezt feldolgozni. Sima tároló konyhánk van, de az anya otthon már jelezte, hogy ott az édesanyák már főznének belőle akár, ami az értenek. Persze kollégák is segítenek, úgyhogy valakinek ez az ünnepi menü lesz, tehát a karácsony előtt, vagy pedig új év környékén. Az 50 kiló vadhúsból különleges ünnepi ételek készülnek.